Hogyha itt vagy ebben a videóban, akkor nagy valószínűséggel aktuális lehet neked a Baba Mama Klub, ami most már jó néhány alkalommal összeült. Két hetente találkozunk anyukákkal és babáikkal egy ilyen videóhívásos beszélgetés keretei közt, és mindenféle néha ciki, néha vicces témákról beszélgetünk, szóval, hogyha van kedved, akkor gyere bármikor, csatlakozz, egy ilyen 7 napos ingyenes csatlakozási lehetőség is van, illetve könyvklub és filmklub is működik egyébként továbbra is, most azért a babamamát emeltem ki, mert hogy ugye a témához ez kapcsolódik. Találsz a leírásban mindenféle linket, nem tudom, csatlakozási lehetőséget, magyarázó videót, hogyha még szeretnél részleteket. Jó szórakozást! Én ezt a videót nem tudom felvenni most kávé nélkül. Úgyhogy készítek egy kávét, visszajövök, és folytatjuk. Na, megvan. Ez nem azért kell, mert hogy a reggeli kávém előtt ne szólj hozzám, meg hasonló bölcsességek, mert amúgy koffeinmentesen iszom, meg lehetősen kevés kávét iszok már mostanában, hanem csak a hangulat miatt, mert valamikor egy kicsit ilyen döcögősen indul benálam a videó, és akkor valahogy így a, nem tudom, kávénak az, hogy így fogom a bögrét, hogy iszok belőle néha egyet, az kicsit úgy segít fellazulni, azt az érzetet adni, hogy kávézgatok valakivel. És hogyha még te is fogsz egy bögre valamit, akkor az meg már tényleg visszaadja a feelingjét annak, hogy most leültünk, kávézgatunk, és beszélgetünk egy kicsit a minimalizmusról és a gyerekvállalásról, meg gyereknevelésről, meg úgy egészében gyerek és kevés cucc. Ez működik, vagy nem működik. Erről a témáról én már meglehetősen régóta terveztem, hogy szeretnék majd beszélni, csak szerettem volna megvárni, hogy kiforjon bennem is azért a dolog, mert hogy nem egészen úgy volt ez, hogy megszületett Nathan, és én már tudtam is, hogy fog ez működni, ez az egész minimalizmus, mint éles stílus gyermek mellett, vagy most már gyermekes családként, mert hogy nem tudom, hogy mióta vagy itt a csatornán, de hogy én régebben meglehetősen sok videót készítettem minimalizmus témában, és az utóbbi időben már nem. És nem azért nem, mert hogy már nem így élünk, vagy nem ez a gondolatiság hatja át a hétköznapjainkat, hanem egész egyszerűen akkor az volt az érzésem, hogy most amit szerettem volna, azt elmondtam, és nem akartam magam ismételgetni. Most viszont azért eléggé újjáélettek a dolgok Nathannal, és ez egy új kihívást jelent most minimalizmus téren, meg éles stílus téren. Azt, ami korábban már rutinszerűen ment nekünk Ricsivel, mert hogy egyszer kialakítottuk ezt a minimalistább tárgyak szempontjából, minimalistább hozzáállást így az életünkhöz, meg az otthonunkhoz, és aztán ezt megtanultuk fenntartani. És ez egy ponton túl, hogyha már így igazán belejössz, meg már így a részeddé válik ez az életszemlélet, akkor már nem akkora kihívás mondjuk ellenállni dolgoknak, vagy tudni, hogy mi az, amire szükséged van, és mi az, amire nincs. Na most ugye egy gyerekkel ez egy új terület, ami teljesen új kérdéseket vet fel, és ami így újra beszélgetés szinten is elkezdte előhozni az otthonunkban azt, hogy akkor hogyan is képzeljük el ezt a minimalizmust most már ebben a családi felállásban, mik azok az értékek, amiket át szeretnénk adni Nathannak, mik azok az értékek, amiket mi szülőkként szeretnénk képviselni, milyen gyerekkort képzelünk el neki, úgyhogy ezek mind ilyen beszélgetések voltak, amiken fokozatosan estünk át Ricsivel, és először így megbeszéltük tényleg így kvázi elméleti szinten, vagy értékszinten, hogy mi az, ami számunkra, vagy a mi fejünkben egy ideális gyermekkor a gyerekünknek, és utána pedig ezt lebontottuk a gyakorlatba, hogy jó, szeretnénk azt, hogy nem tudom, ki tudjon bontakozni gyerekként, vagy nyugodt gyerekkorra legyen, vagy ne legyen túl sok inger, akkor ez mit néz ki hogy néz ki a hétköznapokban. Szóval ez abszolút időbe telt, meg hogy ez még egy folyamat, szóval azt nem szeretném azt mondani, hogy most már így tökéletesen látunk mindent magunk előtt, és kész vagyunk, és nem tudom, mert az naivitás lenne, annak tekintetében, hogy Nathan is ugye, ahogy nő, úgy egyre változik, az igényei változnak, és mi ezt igyekszünk lekövetni. És nyilvánvaló, hogy ez folyamatosan új kérdéseket fog felvetni, abszolút az is benne van, hogy formálódni fog a mi szemléletünk is, de úgy gondoltam, hogy most így ennél a, nem tudom, 8,5 hónapos Nathan, hogy most lehet ez egy ilyen kis állomás, amikor beszélgetünk erről a témáról, hogy így az eddigiekben hogy látjuk, vagy hogy alakul nálunk. Összefoglalom azért egy mondatban, hogy mit jelent számunkra a minimalizmus most így ebben a témakörben, vagy ebben a kontextusban, hogy szeretnénk Nathant és magunkat is családként olyan dolgokkal körbevenni, amiket használunk, amik szolgálnak minket, vagy amik élvezetet nyújtanak. És ennek tehát szeretnénk, hogy a másik oldala is megvalósuljon, hogy ne legyenek felesleges tárgyak az otthonunkban. Mert hogy én nagyon hiszek abban, hogy egyébként nagyon sokat számít, hogy milyen az a környezet, amiben valaki él,
hogy jól érzi ott magát, hogy kellemes dolog-e körülnézni az otthonunkban, hogy jó-e itt lenni, és hogy szerintem ez masszívan hozzátesz egyébként úgy egészében a jó közérzethez, ahogy ennek az ellenkezője is igaz, hogyha túl zsúfolt, és még téged magadat is zavar, hogy ennyi minden van, de valami visszatartottól, hogy eltávolítsd őket, az szerintem brutálisan frusztráló tud lenni. És nem csak fizikai túlzsúfoltságról beszélek, hanem egy ilyen lelki elárasztásról, amit a túl sok tárgy szerintem okozni tud. És az, ami a felnőttekre ilyen hatással tud lenni, az szerintem a gyerekekre duplán. Úgyhogy nekünk nagyon fontos volt az, hogy ezt a kis fejlődő lelkecskét, a kialakuló személyiséget, az éppen a gyerekkorát megélő kisembert támogassuk abban, hogy meglegyen erre a nyugodt környezete, ahol fel tud fedezni, ahol elmélyülten tud játszani, és ahol nincs körülvéve túl sok ingerrel. És több pontja is van szerintem a gyereknevelés melletti minimalizmusnak, ami érdekes kérdés lehet, vagy kérdést vethet fel. Az egyik az a ruhák, ami talán a leghamarabb jött be nálunk kérdéskörként, mert hogy persze olvastam én is korábban, hogy ki mennyi ruhadarabot ajánl, milyen típusból, meg hogy mi az, ami elég, mi az, amiből már kényelmesen lehet lenni, csak hogy egyrészt nagyon különböző tippeket olvastam, másrészt meg úgyis a tapasztalat volt az, ami segített nekünk kiigazodni abban, hogy nekünk konkrétan miből mire van szükségünk, mi az, ami nekünk kényelmes. Úgyhogy ez volt az a rész, amit nem lehetett igazán megúszni, vagy mások tippjei alapján, már azonnal a nulladik pillanattól minimalistán véghez vinni, mert elég nagy volt nálunk a fluktuáció gyerekruhák terén. Szerettem volna nyilván, hogy mindenből legyen elég, de ne is legyen túl sok, de még ennek ellenére is volt egy csomószor, hogy félrefogtunk, vagy valamit nem is használtunk, aztán végül valamiből több kellett, úgyhogy abból még vettem. Annyit tudtam tenni annak érdekében, hogy minimalizáljam ennek így a nyomát aztán az otthonunkban, hogy használtam, vettük eleve, meg vesszük is egyébként a saját ruháinkat is, meg netenét is, mondjuk egy ilyen 90-95%-ban, és aztán amire nem volt szükségünk, vagy amit nem használtunk, akkor azt továbbadtam. Szóval, hogy ugyanaz, ami az eddigi életünkben is egy kávé, a, nem tudom, a jelszava a felesleges dolgoknak, hogy elajándékozás, adományozás, eladás, ez a hármas. Minden, amire nincs szükségünk, amit nem használunk, az menjen valahova. Szóval a ruháknál szimplán az idő és a tapasztalat volt az, ami segített, hogy miből mennyi kell, és mostanra már azt gondolom, hogy most már így elég jól tudom, hogy mi az, amire szükségünk van, meg miből hány darabra van szükségünk, és akkor ezt már így elég effektíven tudom intézni. A másik témakör, ami talán a nagyobb nehézséget szokta okozni a legtöbb családban is, és nálunk is ugyanúgy felmerült, mint kérdés, ez pedig a játékok. Itt szerintem nagyon sok minden bezavar, szóval, hogy már a ruháknál is ott van az, hogy mindenhonnan ömlik rád az interneten, meg tényleg mindenhonnan, hogy mennyi mindenre van szükséged, és hogy ezt is vedd meg, ebből is szerezd be, ebből többet is szerezd be, de ahol még nagyobb a dömping ilyen szempontból, az a játék. Mert hát ez egy hatalmas iparág, ami azt próbálja belénk súlykolni, vagy azt próbálja sugallni, hogy a gyereknek a megszületése pillanatától szüksége van különböző játékokra, dolgokra, tárgyakra. És itt nem azok gondolok, ami ténylegesen szükséges a túléléshez, tehát nem tudom, amilyen ruhák, hogy melegen tartsák, hanem hogy vannak konkrétan olyan játékok, ami 0-3 hóskorig ajánlott. És lehet, hogy ez egy erős kijelentésnek fog tűnni, de szerintem ezek a játékok egyáltalán nem a csecsemő igényeit szolgálják. De ezt én sem tudtam az elején. Szóval, hogy ott feküdtem 2 héttel a szülés után, a kis 2 hetes csecsemővel a kezemben, és teljesen be voltam pörögve, hogy én még semmilyen kontrasztos könyvet nem nézegettem Natánnal, még semmilyen fejlesztő játékot nem csináltunk, és le fogunk maradni, gyorsan valamit kéne. És szükséges volt, hogy elteljen egy bizonyos idő ahhoz, hogy megnyugodjak ebből a túlbuzgóságból, vagy ebből az érzésből, hogy valamit csinálni kell, vagy valamit mutatni kell neki, valamit kell fejleszteni azt a szegény 2 hetes gyermeket. És ahogy eltelt egy kis idő, és megnyugodtam ebből, akkor utólag láttam meg, hogy hogy a 0-3 hónapos korig szóló dolgoknak semmi jelentősége a csecsemő számára. És értem én, hogy lehet fejleszteni a látását, meg a nem tudom, hogy mi mindent szoktak mondani, hogy miket fejlesztenek ezek az ide dedikált játékok, de szerintem, amire egy ilyen korú csecsemőnek szüksége van, az az anyukája és az apukája. És semmi több.
És ezért gondolom azt most már meglehetősen határozottan, hogy a 3 hónapos korig szóló játékok, de még utána is egyébként szerintem a játékoknak a nagyon nagy része, az nem a gyerekeknek a tényleges igényét tükrözi, hanem az egyszerűen egy fogyasztói nyomás, ami rádolgozik arra, vagy kihasználja azt, hogy ott van egy anyuka, ott van egy apuka, aki szeretne baromi jót csinálni mindent, és ezért sokkal befolyásolhatóbb. És nem mondom azt, hogy ennek könnyű ellenállni, vagy könnyű ezen egyből így átlátni, vagy lelassulni ebből, vagy kizárni ezeket az ingereket, mert egyáltalán nem könnyű, ez tényleg egy olyan, ez egy teljesen új terep mindenkinek felnőttként is, szóval ebben abszolút benne van, hogy tanulnod kell erről, ki kell tapasztalnod, rá kell jönnöd, hogy hogy működik az egész, és szeretnéd jól csinálni. És ez teljesen érthető szerintem. És ezért is gondoltam, hogy beszéljünk erről a témáról, és világítsunk egy másik szemszöget is, mert talán ez segít egy kicsit ellensúlyozni ezeket a gondolatokat. Aztán nyilván, ahogy Nathan is egyre nagyobb lett, ő is egyre több dolog iránt kezdett el érdeklődni, és itt nem csak a játékokra gondolok, hanem az egész világra. Egy kisbabának minden új. És ez valami csodálatos, ahogy ők felfedeznek, és egy kicsit az ő szemükön keresztül nézni a világot, az nem magától értetődő, viszont nagyon új aspektusokat, nagyon új perspektívát tud megnyitni. És eleinte nagyon sokáig volt az a szokásom, hogy kijöttünk ide reggel, letettem itt Nathant a játszószőnyegére, és leraktam neki, nem tudom, 2-3 játékot, kvázi adottként, hogy akkor ezekkel játszon, amíg én készítem a reggelit, és egy bizonyos időnek el kellett telnie, mire megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy egyébként az, hogy reggel kijövünk, és én leteszem a játékokat, az Nathan igénye, vagy pedig az én elképzelésem arról, hogy mit szeretne Nathan. És ekkor próbáltam ki azt, hogy kijöttünk reggel, és letettem őt a játszószőnyegre, és semmilyen játékot nem tettem oda hozzá, csak úgy ő maga ott volt a földön. És az a jelenet, ami ezután következett, egyébként megválaszolta a kérdésemet, mert hogy Nathan elkezdte körbejárni a szobát, elkezdett felfedezni mindent. Ilyen, megmutatom neked. Ott azokkal a fogantyúkkal, én csekkel nem tudom, hogy hívják ezt. Azokkal kezdett el játszani, és lett neki favorit egyébként nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. És olyan dolgokkal játszott, amiket én felnőtt perspektívából, felnőtt szemszögből nem gondoltam potenciális játéknak. A székkel, nem tudom, itt a polccal, falnak a sarkával, érted, hogy oda ment a falhoz, és a fallal játszott. Tehát, hogy annyira egyszerű dolgokkal, amitől én akkor elámultam, és akkor döbbentem rá, hogy egyébként egyáltalán nem biztos, hogy én jól gondolom, hogy mi az, amire Nathannak szüksége van, és könnyen lehet, hogy csak szimplán több teret kéne hagynom annak, hogy ő maga nézzen körül és fedezzen fel. És nyilván, amikor a játékokat is letettem köré, akkor nem az volt, hogy bezártam egy ketrezbe, hogy muszáj a játékokkal játszanod, de hogy elárasztottam őt valamilyen szinten ingerekkel, és ez elvonta a figyelmét, vagy ez lefoglalta őt annyira, hogy ne kezdjen el egyébként felfedezni és körülnézni. És amikor már nem dobtam rá ezeket az ingereket, akkor saját maga proaktívan kezdett el tevékenykedni. És nekem ez csodás volt. Egyrésztről amúgy baromi tanulságos, mert hogy ez mutatta meg szerintem úgy igazán, hogy jobban kellene figyelnem egész egyszerűen. Tehát, hogy az én saját elképzeléseimet egy kicsit háttérbe nyomni, vagy ezeket, amik így belém nevelődtek a társadalom által mondjuk, valahogy levetkőzni. Ismétlem, ez nem könnyű, mert hogy valamiben felnövünk, és akkor most ezt tök nulláról kezdeni nem olyan egyszerű, és megfigyelni csak azt, hogy mi ebből Nathannak az igénye. És ezt azóta is igyekszem gyakorolni, ez nem ilyen megvilágosodás, és akkor mostantól így csinálom, hanem így próbálom valahogy kitapasztalni, hogy hol van az az arany középút. Nagyon sok az inger felnőttként is, nagyon sok az inger gyakran gyerekként is, és valahogy egy ilyen kis békeszigetet szeretnék neki itthon, amiben csak olyan kellő mennyiségű inger van, amiben a saját lassú felfedezését és a saját lassú gyermekkorát meg tudja élni. Kicsit jobban az ő szemszögéből nézni a világot, és nem a sajátoméból, valahogy ez a célom. Ettől függetlenül egyébként nyilvánvalóan vannak játékai, mi nem nagyon vettünk Ricsivel neki játékot, de kapott játékokat, illetve van egy csomó olyan, ami eredetileg nem játék, de egyébként annak használja, és ebből mutatok is pár példát, azért készítettem itt a kis kosarat magam mögött, mert hogy ez amúgy is itt szokott lenni, csak általában kevesebb dolog van benne. Itt ezt a sarkat arra alakítottuk ki, hogy itt vannak Nathannak mindenféle kis cuccai, játékai, és akkor reggel, hogyha szeretne, akkor tudja, hogy itt van, ide jön érte, lehúzza a kosarat, játszik vele, hogyha nem szeretne, másra vágyik, akkor megy és más csinál. És akkor mutatom, kezdem azzal, ami a konvencionális játék, a játékboltban készült játék,
Az egyik hatalmas kedvenc a zsiri, és nyilvánvalóan a zsiriben is azt szereti a legjobban, amikor mi bábozunk vele, és beszélünk zsiri nevében, úgyhogy azt imádja. Egy ilyen példát is hoztam, mert hogy ez a csörgő-zörgő kis játék, ez leginkább autóban kerül elő, tehát hogyha megyünk valahova, akkor az ilyen játékok azok nagyon jól tudnak jönni, mert kicsit így álmatat vele, meg egész sokáig elszórakozik. Van egy olyan, amit a táskámból vettem ki, mert hogy én ezt így fixen a táskámban szoktam tartani, ezt nagyon jól lehet rágcsálni, nagyon jól lehet csapdosni, dobálni, és könnyű letisztítani, úgyhogy ez az a játék, amit így a biztonság kedvéért szoktam magammal vinni mindig. Egyébként meg kell mondanom, hogy nagyon-nagyon ritkán került elő, tehát nagyon kevésszer került eddig elő, mert hogy mindig volt valami más, ami izgibb volt, ami nem gyerekeknek gyártott játék, hanem például a kulacsom. A kulacsomat nagyon szeret, és azzal szívesebben játszik, mondjuk. De hogy vannak ilyenek is, és aztán vannak, ez az egyik top egyébként. Szerintem amióta így a játék, mint fogalom bejött az otthonunkba, ez egy flakon, amiben csicseriborsót töltöttem. Nem is tudom, kitől kaptam ezt a tippet, de azóta is áldom a nevét, mert hogy ezt kb. Ilyen 3 hónapos kora körül kezdtük el szerintem így mutatni neki, és sikongat a boldogságtól, amikor rázzuk ezt a flakont. És az elejétől fogva ekkora szemekkel néz, és teljesen oda van a csodálattól. Tényleg elképesztő élmény ez így nekünk is. És ugye ez egy tök egyszerű játék, amit bármiből el lehet készíteni. Kezdődött azzal, hogy eleinte csak ráztuk előtte, aztán már ő maga fogta meg és rázta, aztán amikor kúszni kezdett, akkor lökte maga előtt és kúszott utána. Most meg már így mindennek a kombója megy tulajdonképpen. Valamikor mi rázzuk, vagy elrejtjük valahova, és ott rázzuk, ugye a hang van, látvány nincs. De egy csomó féleképpen lehet ezt még extrázni. Én azt szeretem ezekben, hogy a kreativitást ösztönzi. Nem a gyerek kreativitását kell ösztönözni, hanem a felnőtt kreativitását kell ösztönözni szerintem. Azért is igyekszem, hogy ne csak már elkészített játékok legyenek a környezetünkben, meg hogy néha azokat teljesen el is teszem, hogy én magam váljak kreatívabbá, és én nézzek úgy körül, hogy na jó, miből tudunk még itt játékot csinálni, mivel tudunk még itthon játszani, mert hogy már így a gyerekkori kreativitás az egy eltompul. Azt most érzem magamon nagyon, hogy már akként nézek a dolgokra, amik. Tehát egy pohár, szék, de hogy Natánnak meg nem. Natánnak mindez felfedezni való dolog, amit lehet ide tenni, oda tenni, beletenni valamit, elbújtatni valahova, nem tudom, dobálni, gurítani. Tehát, hogy annyi lehetőség van, csak hogy ezt a szemléletet valahogy vissza kell hozni. Vagyis, hogy én most ezen dolgozom, hogy én magam is tudjak úgy tekinteni a világra, vagy hasonlóan tudjak tekinteni a világra, mint ő. A szintén a kedvencek közt van, ez a légycsapó. Ez most már Nathan a saját légycsapója. Igen, vettünk neki egy légycsapót, mert hogy az eredetileg úgy volt, hogy volt egyszer, hogy egy ilyen nyűgösebb pillanata volt, és én meg épp főztem, és néztem magam körül, hogy mi az, amit oda tudnék neki adni. Megakadt a szemem ezen a légycsapón, ez még ugye a nyár elején volt, szóval ez is már hónapokkal ezelőtt. Hát mondom, ez színes, ezzel nem tudja magát megütni, nincs rajta semmi éles, nézzük meg, úgyhogy lemostam és odaadtam neki. Mint említettem, ez hónapokkal ezelőtt volt, akkora sikere lett a légycsapónak, hogy egy ponton eljutottunk oda, hogy okay, de most már nincs olyan lecsapni a legyeket, úgyhogy akkor vettünk egyet neki, és ez az egyetlen játék szerintem, amit soha nem szoktunk rotálni, vagy így elrakni és vissza, mert nem unja meg. A légycsapót nem unja meg. És ha már így itt tartunk a rotálásnál egyébként, akkor az egyik ilyen mód, tehát Montessori-s könyvben olvastam talán, vagy nem tudom, hol lesz az ötletet, és ez nekünk nagyon bevált, az, hogy rotálom a játékokat, hogy nincs mindig minden elérhető közelségben, mert hogy ennél több játéka van egyébként Natannak. Én nem gondolok egyébként a játékokra azért így, nem tudom, démonként, vagy valami nagyon rossz dologként, azt gondolom, hogy legyenek jó minőségű játékok, legyenek olyanok, amik nem túl egyértelműek, vagy nem ilyen túl automatizáltak, hanem hagyják a gyereket kibontakozni, és őt kezdeni valamit azzal a játékkal. Szóval, hogy ami ténylegesen a gyermeknek az aktív részvételét bátorítja. Én ezeket a játékokat kedvelem nagyon. Viszont az, hogy minden egyszer elő legyen, és minden egyszer elérhető legyen, az túl sok inger a gyermeknek is, szerintem nehezíti az elmélyülést, valamint kellemetlen felnőttként is. És lehet, hogy ez nem minden, ez biztos amúgy így, nem tudom, embere is válogatja, hogy kinek milyen környezet ugye az, amiben jó élni.
Volt olyan, hogy amikor még nem figyeltem erre a rotálásra, hogy mindenhol játékok volt. Ez volt az érzetem, hogy mindenhol játékok vannak, szana szét, mert ugye azért szétdobálja őket nyilván, és zavart, tehát hogy így mentem, és kerülgettem, és nem tudom, ráléptem valamire, és úgy éreztem, hogy ez nem az az irány, amit így követni szeretnék. Még mindig szoktak lenni szana szét a földön játékok, nem ez az, amin változtatni szerettem volna, hanem valahogy a mennyiség, hogy ilyen elárasztva éreztem így az otthonunkat, és akkor kezdtem el ezt így bevezetni, hogy egy jó részük, a nagyobb részük, az egy, ez egy másik ehhez hasonló tárolóban, meg egy fiókban van, és itt kint, ebbe a tárolóba teszek néhány dolgot, így, és akkor ide bekészítem Natánnak, aki ugye ezt itt fixen, stabilan megtalálja, benne 3-4 játékkal többet amúgy nem szoktam beletenni, most is azért hoztam többet, hogy ezeket megmutassam, de nem is kell több, egyébként, mert az is előfordul, mert a tároló egyrészt már önmagában játék, másrészt, mert a polc is játék. Mert hogy nagyon gyakran előfordul, hogy a tárolót így, ahogy van, Natán lehúzza, nem tudom, 1-2 percig pakolgatja mondjuk, vagy csak amíg így mindent szétdobál, és aztán megy és a polccal játszik egy 20 percet. Az, hogy belemászik, az, hogy a falat kaparász, nem tudom, miket csinál, de hogy azt nagyon élvezi, gyakorolja a felállást mellette, egy polc. Egy polc. Ezt csak azért szeretném kihangsúlyozni, mert hogy szerintem ezek azok a momentumok, amik nagyon, nagyon iránymutatóak tudnak lenni szülőként, vagy én ezekre igyekszem odafigyelni, és ezeket észrevenni, és nem terelgetni Natánt abba az irányba, ami szerintem a játék, hanem hagyni, hogy ő mondja meg, hogy szerintem mi a játék. Jaj, a másik. De hogy azt a legnehezebb pillanatokban szoktam bevetni, hogy kinyitom azt a szekrényt, ahol az edények vannak, fél órára meg vagyunk. Ehhez nem is tudom, mit fűzzek hozzá, de amúgy szerintem ez valószínűleg nem újdonság, mert hogy akinek gyereke van, az a gyerekek vonzódnak az edényekhez. Lunának a játékai mindennél jobban imádja őket. Lunának van 3 darab játéka itt benn, ez a tacskó, egy patkány, meg egy kötél. Ezeket szoktuk neki dobálni, húzni, játszani vele. Luna önmagában egy szórakoztató elem Natán számára, tehát hogy ezt látnod kéne, hogy csodálatos, meddig tudja őt nézni és nevetni rajta, és néha ráncolt szemöldökkel, szóval ilyen nagyon változatos arccal, de nagyon belemerül, és akkor ő is most már játszik egyébként Natán játszik Lunával, hogy megfújja Luna játékait, és egy kicsit lóbálja, és akkor Luna elkapja, és nem tudom, kiveszi a kezéből, akkor megint leteszi, megint felveszik. És Natán imádja Luna játékait akkor is, ha Luna nincs jelen, vagy épp Luna nem kapható a játékra, úgyhogy a megoldás nem az lett, hogy őt elpróbálom onnan távolítani, hanem hogy gyakrabban mossuk Luna játékait, mert hogy nem tudom, én alapból sem szeretném, nem szeretném, hogyha abból állna a nap, hogy mindent letiltok, hanem inkább próbálom a környezetet olyanná kialakítani, hogy az biztonságos legyen, és akkor, hogy ott lehessen pakolgatni, meg lehessen rakodni, meg megfogni dolgokat. Könyvek. Mielőtt Natán könyveire rátérünk, egy felnőtt könyvet szeretnék ajánlani neked, amit nekem is úgy ajánlottak, és ezt szeretném nyomatékosan megköszönni még egyszer, mert hogy nagyon sok beszélgetést indított el itthon, köztem és Ricsi közt, ez az Egyszerűbb gyermekkor Kim John Payne-től. Kaptam ezt az ajánlást egy olyan embertől, akinek a szavára sokat adok, és ezért egyben megrendeltem. Szóval biztos voltam benne, ha ő azt mondja, hogy ez egy jó könyv, akkor ez egy jó könyv. Megrendeltem, és én még éppen mást olvastam, hát Ricsi lecsapott a könyvre addig is, és elkezdte olvasni, úgyhogy most párhuzamosan olvassuk, ilyen amúgy tök ritkán van, és Ricsi az, aki már a 2/3-át elolvasta, én nagyjából szerintem ilyen 1/3-ánál tartok, és ő már mikor olvasta, már akkor mondta, hogy Karen, kezdem minél hamarabb, mert hogy masszív változtatásokra van szükségünk otthon, és hogy meg tudjuk ezeket beszélni. Szerintem 20 oldal után csaptam így össze a könyvemet, és mondtam, hogy na jó, akkor beszélgessünk ezekről a masszív változtatásokról. Értem, hogy miért kell, és ahogy olvasom tovább, egyre jobban kezdett el amúgy kirajzolódni, hogy miért lehet kontraproduktív a túl sok játék, a túl sok inger, a túl sok választási lehetőség, a halmozás, az elárasztása a gyermeknek, és
a felnőtteknek. Ugye ez gyerekekre koncentrál, de szerintem minden egyébként érvényes így felnőttként is. És segített ez a könyv, határozottan segített az átgondoltságban. Azóta van például a rotálás is, bár ez nem konkrétan a könyvnek a javaslata volt, de a könyv volt az, ami elgondolkodtatott azon, hogy én nem akarok amúgy minden játékot kidobni, tehát én szeretem azért, hogy vannak játékok, meg a könyv sem azt javasolja, hogy minden dobj ki. Jó, ha vannak, de hogy valahogy egy rendezettebb formában ezeket tálalni, hogy az emészhetőbb, befogadhatóbb legyen Nátánnak is. És akkor ez a könyv a könyvekre is kitér egyébként, hogy könyvekből is lehet túl sok. Na, most ha ismersz, akkor tudhatod, sejtheted, hogy én szeretem a könyveket, meg hát Ricsi is nagyon szereti a könyveket, és így ennek az eredménye az az, hogy ebben a szemszögben mi nem vagyunk minimalisták. Én nagyon szeretem a telekönyves polcnak a látványát, szerintem gyönyörű. Tehát, hogy én szeretném, hogyha a nappalinkat dominálnák a könyvek, mert nekem az a legszebb dísze egy nappalinak, vagy egy bármilyen szobának. És szerintem egyébként képet is ad arról, hogy ki az, aki ott lakik, hogyha végignézed a könyveket. Igyekszünk is így megtartani a könyveket, hogy azok maradjanak a polcunkon, amik valamilyen módon jellemeznek minket, valamilyen szeletét, személyiségünknek, gondolatainknak jelképezik. Úgyhogy én nagyon szeretem a könyveket, és ahogy a saját szemszögből felnőttként is szeretem, hogyha bőség van itthon könyvekből, jó könyvekből, úgy azt gyerek szempontból is én ugyanígy gondoltam, hogy persze, hogy legyenek Nátánnak könyvei, szeretném, hogy legyenek könyvei, legyen akár sok könyve, jó könyvek, fontos. Ez nagyon fontos, nem akármilyen. Na most ez az egyszerűbb gyermekkor kitérára is, és ezt a szemszögemet egy kicsit segített aztán átgondolni. Nem mondtam le arról, hogy legyen több gyermekkönyvünk, mint amit mondjuk, nem tudom, egyszer el tudunk olvasni, mert ez olyasmi, ami nekem gazdagító, és nekem fontosak. Fontosak a könyvek, meg a könyvnek a jelenléte az életünkben, és az, hogy ezt Nátánnak is átadjuk, ugye az ő szintjén, vagy az, amit őt szórakoztatja, ami számára releváns. Abban viszont formálta a szemléletemet ez a könyv, hogy ne hagyjak mindent elő. Tehát, hogy eddig úgy volt, van egy kis olvasó sarkunk, amit kialakítottunk, és eddig nagyon sok könyv sorakozott ott, és ez így ilyen formában lehet, hogy túlzó volt a részemről, és erre például ez a könyv segített, közben kisütött a nap, erre ez a könyv segített ráeszmélni, és akkor itt is ezt a rotálós módszert kezdtem el alkalmazni, vagy nem is teljesen rotálós, hanem hogy azokat, amiket a legtöbbet lapozunk, 3-4 könyv, azt így ott hagytam az olvasósarokban, ami azt jelenti, hogy földön van egyébként letámasztva, tehát elérhető Nátán számára bármikor, és a többi könyvet pedig könyvespolcra raktam. Ez is továbbra is tulajdonképpen elérhető, meg ott van szem előtt, de hogy ami az olvasósarokban van, az úgy nagyon kézre áll, tehát hogy az úgy adja magát, hogy oda menjen és elkezdjen, nem tudom, akár dobálni, akár játszani vele, ugye még nyilván nem olvasásról beszélünk, de hogy a könyvvel mint tárgyal ismerkedjen, arra az úgy nagyon ott, nagyon úgy szem előtt van. Szóval ezt a változtatást bevezettem azért ezen a téren is. Azért továbbra is nagyon figyelek egyébként, hogy minőségi gyerekkönyvekről legyen szó, és a zöld hernyócskát még meglehetősen régen mutattam, most nem tudom, mennyire fogod látni, hogy azóta milyen viseletes állapotba került ez a könyv, azért mert, hogy olyan szinten lett kedvenc, hogyha megyünk valahova, akkor ezt fixen visszük magunkkal, mert hogyha tudjuk, hogy mondjuk, nem tudom, étteremben leszünk, vagy valahol, ahol jó lenne, ha egy kicsit az ölünkben egy 10-15-20 percet elüldögélne Nátán, a zöld hernyócska. És megvagyunk. És olvasgatjuk, és oda-vissza, és nézegetjük, saját szavakkal elmondjuk, nem tudom. Bámulatosan sokáig lefoglalja ez a könyv, és érezhetően tovább, mint mondjuk a többi, szóval ezért is mondom így, hogy Nátánnál is kedvenc, mert hogy abból az időmennyiségből, ameddig ezzel el van, abból tudok következtetni arra, hogy tényleg nagyon kedveli. És amikor pedig nem mi olvasunk belőle, akkor meg csak így lapozgatja, ugye ez egy ilyen masszívabb lapozó, szóval, hogy lapozza, ráül, nem tudom, kicsit forgatja a kezében, tehát úgy ismerkedik tulajdonképpen vele, és ennek a hátulján volt, hogy milyen kiadványai vannak még ennek a típusú könyvnek, és még 3 van, és ezt a 3-at én nagy lelkesedéssel megrendeltem, mert mondom, ha ez ennyire bejött, akkor biztos vagyok benne, hogy a többi is tök jó lehet. 3-ból végül 1-et tartottunk meg, mert én 1-et éreztem még minőségileg olyan szintűnek,
amit úgy éreztem, hogy szeretnénk megtartani, mert hogy nekünk is élvezett olvasni, Natánnak is élvezett hallgatni, és ez pedig a mit mondanak az állatok, és ez is szerintem egyébként egy tökre jó kis színes, meg ötletes könyv, amiben állathangok vannak szintén verses formában, nekem ez amúgy a szívem csücske, de Natánon is látom, hogy mennyivel másképp reagál, és mennyivel jobban odafigyel az olyan mesékre, amik verses formában, ritmusosan vannak megfogalmazva. Nagyon-nagyon szerteágazó lesz most ez a videó, ami már tökre, már ki is lépek a minimalizmus keretei közül, de olyan sok minden van bennem ezzel kapcsolatban. Nem baj, de volt ugye már többször volt, hogy hiányolták a hosszabb videókat, úgyhogy most tessék egy maratoni videó. Szóval ez a kis verses könyvecske az állathangok utánzásával megspékelve, nagyon bejött. Az állathangok az amúgy is, hogyha nem vagy esetleg instán, vagy mert nincs instád, vagy már csak szimplán az nem annyira érdekel, hogy ott miket teszek ki, akkor úgy elmondom, hogy volt ott most ennek egy ilyen sztori áradata, amikor megmutattam, hogy hogyan szoktunk állathangokat utánozni, meg történeteket, hogyan szövök történeteket, és teszem bele az állathangokat, mert hogy Natánt ez bámulatosan szórakoztatja, engem meg azt szórakoztat, hogy őt szórakoztatja, szóval ez így mindenkinek jó. És mivel amúgy is most nagyon mennek ezek az állathangok, mint ami nagyon lefoglalja őt, ezért ez a könyv témába vágott most nálunk. Igazából az egész videónak az a lényege, hogy megférnek a dolgok egymás mellett. Megfér a bolti játék, megfér az, hogy a gyerek a kutyának a játékával játszik, megférnek a kreatív itthon készített játékok, megfér az, hogy konyhai eszközökkel, meg edényekkel játszik, az is megfér, hogy semmilyen játékkal nem játszik, csak a polcba mászik be, és az a játék, vagy a szék alatt ül, és húzkálja a széklábat, vagy a fogantyúkkal, vagy nem tudom, mikkel játszik, hogy így minden. És amiről még nem ejtettünk szót, de amúgy szerintem egy nagyon fontos szerete az elfoglaltságnak, a játéknak, az a természetben való elfoglaltság. Hát azért is hagytam most ezt így a végére, mert hogy most ebből azért kevesebb van, mint nagyon jó időben, de amikor jó volt az idő, akkor egy időben plédet vittem ki, és akkor arra leültünk, lefeküdtünk, és dobáltam Lunának, és labdát, és akkor azt is néztük, meg a füvet is egy kicsit úgy nézegette, tépegette, eszegette Natán. Aztán volt egyszer, hogy nem találtam a plédet, és tök jó idő volt, és akkor mondom, amúgy mi baja lesz, ha leteszem a fűre, úgyhogy leültünk a fűre csak úgy, és onnantól már nem vittem plédet, és csak leültünk a fűre, és élveztük azt, hogy csak úgy ott vagyunk a természetben. És én szintén Natán szemüvegén keresztül kezdtem el felfedezni, hogy mi minden érdekes van a Földön. Egy gyerek el tud játszani a fűszállal, tudod, ez is olyan, amire nem akkor döbbensz rá, amikor látod, amikor esélyt kap rá, hogy egyáltalán ott a fűvel játszon, amikor ott van kontaktusban a Földdel, és akkor azt tudja egy kicsit tapasztalni. Kimosod a ruhát utána, nem nagy tragédia, megmosod a kezét utána, nem nagy tragédia, nem történik semmi, és mégis valahogy nem jött nekem sem olyan automatikusan ez, hanem az kellett hozzá, hogy egyszer ne találjam meg a plédet, hogy eszembe jusson az, hogy amúgy miért nem ülünk le csak úgy a fűre. Szóval, hogy annyi minden van, amit nekem is vissza kell hoznom felnőttként a saját gyerekkoromból, mert hogy hiába nem volt olyan rég, fullosan kikopott, és ezen ilyenkor döbbenek rá, hogy egyébként mennyire unalmasan felnőtt lettem, és hogy mennyire szeretnék egy kicsit visszatérni a saját gyermeki és felfedező énemhez. Nem akarom azt az oldalamat elfelejteni, nagyon élvezetes szerintem. És ezt szeretném továbbvinni, nekem ez tetszik, én ezt az irányt szeretném erősíteni, mert így tudom talán Natánnak is átadni egyébként az őszinte kapcsolódást és szeretetet a természet iránt, és nem csak papolni róla. Na, Natán felkelt közben, és nem ő aludt keveset, hanem én beszéltem sokat, ez tényleg egy maratoni videó lett, és biztos vagyok benne, hogy amint megállítom a felvételgombot, még egy csomó minden fog eszembe jutni, amit nem mondtam el, pedig szerettem volna, de nem baj, szerintem most ez így egyszerre elég, és aztán, hogyha van érdeklődés iránta, akkor még lehet ennek folytatása. Úgy gondolod? Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Szia!